Pimp Thy Mind. Magyarország legőszintébb mozi csatornája. Sziasztok, itt vagyunk újra Clarissával, és ma a hatalom gyűrűiről fogunk beszélgetni, annak is az ötödik részéről. Szia, Clarissa! Sziasztok! De még mielőtt belekezdenék az ötödik részbe, kérlek, akkor így gyors talpalóba mondd el nekem, hogy úgy általában véve neked mi a véleményed eddig az első évadról, meg az eddig látottakról. Hűha, hát próbálok objektív lenni, mert a nagyon szubjektív véleményem az szerintem sejtett, hogy micsoda. Nem. Egyébként szerintem az első évad az borzasztó volt, tehát az nálam nagyon kiverte a biztosítékot. Ez a második évad tószó, na, nem mondom azt, hogy ez jó, csak egy hajszállal vannak benne olyan elemek, amik szerintem működhetnének egyébként egy jó írással, meg egyéb körülményeknek a javításával. Meg vannak színészek is, akiket én, vagy akit, inkább csak egy van, akit kiemelnék, a Sauront játszó színész, hogyha egy jó forgatókönyv és egy jó írás lenne, akkor szerintem ez a színész most nagyon-nagyon fel tudna jönni. Ja, igen. De összességében, tehát nekem a Gyűrűk ura az mindig is egy meghatározó irodalmi alapanyag volt, és nyilván az eredeti trilógia az tehát volt nálam egy olyan időszak, amikor megszállottan benne voltam ebben a világban, most nyilván reális keretek között, és nagyon sokat kaptam tőle. És igen, a Peter Jackson szerintem még az az alkotó volt, aki ehhez úgy nyúlt hozzá, ami egyrészt korszakalkotó volt, meg hát egy jó irodalmi adaptálás tett le az asztalra. Tehát ugye mindig vannak ezek, tudod, az ilyen irodalmi, meg könyves adaptációkkal, hogy most mennyire legyen egy film könyvhű, vagy mennyire lehet más. Én azt mondom, hogy akkor tud jól működni egy könyvadaptáció a Vászon, hogyha egyrészt tényleg tiszteli az alapanyagot, amiből dolgozik, és azáltal a rajongókat is. Másrészt pedig azok a változtatások, amiket eszközöl, azok logikusak. Tehát, hogyha adott esetben kihagynak részeket, karaktereket, vagy egy picit megváltoztatják ott a cselekményszálat, az logikus, és igazából észre sem veszed, mert annyira jó az egész, és annyira minőségi, hogy nem fogsz azon lovagolni, hogy most, mit tudom én, kimaradt a Bombadil Toma. Igen, igen, igen. Az eredeti három filmből. És nekem az a problémám a Hatalom gyűrűi sorozattal, hogy itt van a világ összes pénze. Tehát nincs az, hogy megkötik a kezüket, hogy ennyi van és kész. Mert ugye a Peter Jacksonék annak idején azért küzdöttek azzal, hogy egyrészt kapjanak rá elég pénzt, hogy megkapják a bizalmat a stúdiótól, hogy egyáltalán három filmben gondolkodhassanak, mert úgy tudom, hogy eredetileg egy filmet akart a stúdió, annyira nem bíztak az egészben. És ráadásul nekem megvannak azok a könyvek, amik a Veta Workshopnak az ilyen backstage, vagy hogy mondjam ezt, a háttérmunkájáról szólnak. Hát amit ők és csináltak, az elmebeteg, ja. Elképesztő kreativitás, tehát ja, nekem ja, megvan ja. Az a filmes Utikalausz könyv, amiben olyan dolgokat írtak le, hogy mit tudom én, hogy amikor a Grimának a zsíros haját, hogy milyen gépzsírral kenték be, meg hogy a korpa a vállára, hogy a kroket krumplit reszelték le, meg ilyeneket találtak, és tudod, ebből azért lejött az, hogy ezek szívvel, lélekkel gondolkodtak az egészről, meg az, ahogy kidolgozták ki ezt a műhelyet, de tulajdonképpen az egész Veta Workshop az itt született meg, és hogy a látványtervezők mennyire tényleg ők is megszállottan álltak ehhez az egészhez, és ezt én nem érzem ennél a produkciónál, hanem én azt látom, hogy a készítők egyáltalán nem értenek ehhez a világhoz, és talán nem is akarnak. És akkor itt behoznám azt, hogy az Acolytus, ugye a Star Wars-nak a legutóbbi bukása, hogy ott a maga a rendezőrnő mit merészelt, így fogalmazok, mit merészelt nyilatkozni, hogy ő egyáltalán nem ért a munkájához, és egyébként kiröhögte az egészet. De tovább megyek, mert itt... Jó, de én amúgy tudtam a Leslie Headlandről, és én tudtam, hogy ő egy vók köcsög. De gusztustalan volt, hogy előadta azt röhögve, hogy az ő tanácsa a rendezőknek az, a fiatal rendezőknek,
hogy bárhova is érkeznek meg, tegyenek úgy, mintha ők mindennel képben lennének, mintha ők pontosan tudnák, hogy mit csinálnak, és aztán majd csak így alakul magától. Érted? Tehát, hogy úgy ment be egy csillagok háborúja setupba, hogy szerintem semmit nem tud a csillagok háborújáról, nem is érdekli igazából, csak azért ment oda, hogy önmagát beleoltsa ebbe az egészbe. A Star Wars és a Gyűrűk Ura is olyan franchise-ok, meg olyan alapanyagok, hogy gyakorlatilag teljesen hülyének kell lenni ahhoz, hogy ebből te ne tudjál egy viszonylag elfogadható vagy jó sorozatot, filmet csinálni. Mert hogy van egy csomó anyag hozzá. Tehát Persze. a, jó, én értem azt, hogy itt a Gyűrűk Ura jogainál voltak ilyen zavonák, ugye, hogy az örökösei nem adták el a filmarilokat, és azt nem tudják benne felhasználni, tehát nekik kellett úgymond a hiányzó részeket kitölteni. És akkor itt jön be az, amit a külföldi nézők mondtak. Én nagyon sok ilyen külföldi podcastet meghallgattam, meg tartalomgyártót, olyanokat, akik hardcore Tolkien fanok. És azt mondták, hogy olyan ez a sorozat, mint egy nagyon rosszul megírt fanfiction, amit olyanok írtak, akik amúgy utálják a Gyűrűk Urát. Vagy egyáltalán nem érdekli őket. Én ezzel egyébként majdnem teljesen egyetértek, csak annyi, hogy én nem gondolom, hogy az írók utálják, vagy hogy nem érdekli, hanem egyszerűen ők ezzel szerintem nincsenek annyira képben. Tehát, hogy Nincsenek kérdőjelek, meg nem tisztelik érthető? annyira, tehát ők nem akarnak ők különösebben itt hülyek lenni, hanem ők azt hiszik, hogy ez itt az ő játszóterük, amit teleírhatnak új karakterekkel, de ez se lenne még gond, ha meaningful párbeszédek lennének, érdekes karakterek, ha tudnának karaktert építeni, de igazából ebben a sorozatban is csak azok a karakterek működnek, akiket a Tolkien írt. Hát igen, és ráadásul ugye az első évadban szerintem sokkal több felesleges karakter volt. Hát ez a füves vajákos asszony, akire már azt sem tudom kicsoda, akinek Kicsoda? most a... Hát az Ja, a az nagy... egyik hobbitot mondod? Nem, hanem a fekete tünde fiúnak a látói szerelme, Ja, a akinek Bronwyn, igen. az érdektelen fiát kell most nézni, aki meg van sértődve a mostoha apa tündé. Tehát ilyen De hülyeségeket várjál, komolyan. figyelj, és hallod, olvasom a neten, hogy emberek érvelik, hogy ez nagyon fontos karakter, mert ebből majd egy Nazgûl lesz. És tudod, értem. Értem, hogy te tegyük fel, hogy ebből majd egy Nazgûl lesz, meg tegyük fel, hogy Numenorban az a fiatal köcsök csávó, akit most leszúrt valakit, tudod, ebbe az ötödik Igen. részben, hogy állítólag az is majd egy Nazgûl lesz. És hogy jú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  értem, akkor írjuk meg úgy azt a karaktert, hogy engem az első perctől fogva lekössön. Mert kurvára No. nem érdekel egyik se. Mert annyira karikaturisztikus az egyik, a másik Igen, meg igen. semmilyen. Ez a Bronwynnak a gyereke, az semmilyen, az egy nagyra nőtt bébi, aki nyafog. Igazából ennyi. Nekem az a problémám, hogy én mindent értek, értem azt is, hogy hű belőle egy gyűrű lidérc lesz, vagy Nazgûl. De könyörgöm, amikor néztük az eredeti trilógiát, és nekem ugyanez a bajom az Isildur szálával, hogy olyan, mintha egy Széna per Herkules részt néznék, tehát a Igen, karakterek kb. Úgy annyira szinten vannak. súlytalan. Figyelj, most újra néztem az új trilógiát, meg egyébként a Hobbitot is. És a libabőr, tehát amikor jönnek a lidércek, azok tulajdonképpen úgy vannak megalkotva, hogy mintha lemásztak volna egy ilyen középkori faliszőttesről, érted? Tehát, hogy tényleg benne volt az a misztikum, meg látod rajtuk, hogy ezeknek súlya van ezeknek a szereplőknek, és tényleg nem az, hogy félsz tőle, de érted azt, hogy miért rettegnek Igen, egyébként a igen. lidércektől. Itt meg azt látod, hogy egy hülye gyerekből lesz lidérc. Hát figyelj, ha ezt tudod, kiröhögöd. Tehát Ha az a csávó, aki a Ar-Pharazonnak a fia, aki az egyik ilyen suspect, hogy belőle majd az egyik gyűrűlidérc lesz, ha azt jobban megírnák, ha az egy vérfagyasztó, undorító sunyi genya lenne, és nem csak egy gyáva ilyen semmittelen csávó, tudod, akkor egész más igen. lenne. De hogy tőle nem lehet félni, az egy pondró. Egy pondró. És a Bronwyn Figyelj. fia meg egy kis csicska senki. És ezeket szar nézni. Ez csak az író. Tehát itt ezek a súlytalan karakterek csak a két író hibái, mert ezek nem tudnak jó karaktert építeni.
És soha nem tudtuk igazán, hogy a Nazgulok melyik volt az a kilenc király, vagy ember, akit, vagy ha van a kis sejtésed, tehát, hogy Kettőt azt hiszem én tudtam, a Kamul volt az egyik, meg ugye a Witch King, de a többit azt nem vágom. igen, csak hogy azt akarom mondani, hogy ha már be akarod azt mutatni, mert ugye az az ő tragédiájuk, és ugye erre mindig vannak utalások, meg a tündék is elmondják, Elrond is elmondta az eredeti filmekben is, meg a könyvben is, hogy mekkorát csalódott az emberekben, Isildurban is, amikor ott állt a végzet hegyénél, és megtehette volna, Jaj. hogy bedobja a gyűrűt. Ugye ennek a kilenc embernek a tragédiája az pont az lett volna, hogy mondjuk bemutatják azt, ami egyébként Boromirnál tökéletesen meg volt mutatva, hogy ő nem feltétlenül volt egyébként rossz ember, de benne volt a sötétségnek a magva. És ugye a Inkább a gyűrű az, gyengeség, nem is a sötétség maga, a gyenge. ugye, igen, csak én azt úgy írnám meg ezt a kilenc karaktert, hogy legyenek köztük olyanok is, akikben gyengeség van, de olyan is, aki egy aljadék maradék. És Igen. mind a kilenc Nazgulnak lenne egy saját sztoria, és azt tudnád mondani, hogy igen, például a vezetőjük, arra nagyon fontos lenne kitalálni valamit, hogy miért félelmetes és miért tragikus. A többinél meg el lehetett volna mesélni különböző sorsokat, és lett volna köztük hitvány is, lett volna köztük olyan, aki csak gyenge, mint a Boromir, stb. És ezt még nem kapod meg, mert súlytalan az egész, és Jó, komolytalan. szerintem mindegyiknek a bemutatása, tehát igazából a gyűrűlidérceknek az eredet története az lehetne egy miniszíriz, egy 8 részes külön sorozat, de lehet, hogy még több rész. Szóval én ezt most nyilván, Igen. ez nem férne bele mind ebbe. Nem, De hát persze. az, hogy szóval azért minden karakter, akit ez a két író, akik full tehetségtelenek, és soha életükben semmit nem alkottak még, kb. Ami értelmes. Nem is értem, hogy lettek lekásztolva, felháborító amúgy. Szóval minden karakter, akit ők írtak, az szerintem egyébként szar. Lapos, unalmas, teljes copy-paste-jei a filmből karaktereknek, egy csomó szöveg át van véve egy az egybe, az ő szájukba van adva. Szóval, hogy ők fillerek. Egyébként ezt az Ábellel a múltkor megfogalmaztuk a négy fő szempontot, ami miatt nem működik nekünk ez a sorozat alapvetően. Most ettől még vannak jó dolgok a sorozatban, ami tetszik, tehát félreértés ne essék. Például nekem az egyik a zene, én imádom a zenét szinte az elejétől a végéig. Igen, meg a látvány is Az azért is gyönyörű. helyenként. Igen? Tehát, hogy a látva, jó, hát látszik, tehát látszik a pénz, ez nem egy Xena meg Herkules. Tehát ez egy gyönyörű sorozat. Helyenként olyan. Igen, hát igen, de az már más, az már a tartalmi. De Igen. hogy képileg ez nagyon szép ez a sorozat, szerintem a zene az első rangú, itt az ötödik részben is imádom ezeket a apró pillanatokat, amikor így a Celebrimbor beszélget valakivel lent a regionba, és fölnéznek a toronyba, és ugye az Annatárról van szó, és az ott van fönt, és ott nézi ilyen baljósan, és ilyen cseszett baljós zene megy alatta. Na szóval ezeket nagyon jól elkapja a Igen, de néha zeneszerző. kizökkent a zenéből, tehát ezt akarom mondani, hogy az eredeti trilógiánál nagyon sokszor, tudod, vannak ezek a kísérteties zenék is. Főleg amikor azt akarják érzékeltetni, hogy a gyűrű valakit bűvöl, vagy amikor megjelennek a Nazgulok, több mindegy, most melyiket mondom. Nekem van egy kedvenc tételem, ami akkor van, akik sokszor látták a filmet, biztos tudják, amikor a Boromir a hóban felemeli a gyűrűt. Ja, Az a kicsit egy kísérteties, igen. nagyon halk ilyen zümmögés. Ja, ez tök jó, ez tök jó. És igen, és az elején is, amikor a film elkezdődik, és soha nem felejtem el, amikor ültünk a moziban, és az elején úgy kezdődik, ugye, hogy csak a sötét és Galadriel hangját hallod, ahogy meséli a Cate Blanchett, vagy hát ugye magyar, aki magyarul nézte, ott más a szinkron, de hogy ahogy elmeséli ezt a történetet, és nekem az Isildur szál, engem az nagyon érdekelt volna. És látok itt egy ilyen hülye gyereket, aki ráadásul szerintem félvér, tehát hogy nem, tehát nekem az eredeti castban az Isildur, amit látunk belőle, az Isildur volt, az egy király, még akkor is, ha gyenge. És ugye látod benne az Aragornt is, aki a később a leszármazottja, tehát valahogy én ebben a gyerekben, aki itt van, nem látom Aragornt, nem látom a nagy királyokat, nem látom benne, kit érdekel, hogy egy ilyen mordori
kis csajjal mit kavar össze, kit érdekel, ki ez a csaj, Nem mi, tudom, miért? ezt de mondom, hogy ott minden megborulott, amit ez a két csávó ír hozzá. Én megmondom őszintén, hogy én úgy írtam volna meg ezt a sorozatot, hogy ha már hatalom gyűrű, hogy tehát a gyaplábúak is tök felesleges, ezek helyett a filler szereplők és szálak helyett lehetett volna például a 9 Nazgulnak az eredet történetét bemutatni, meg az Isildurnak a szálát rendbe tenni, meg egy csomó olyan dolgot valahogy így megmutatni, ami ezek miatt, a fillerek miatt nem fér bele időben. És uram, bocsá, hogyha a gyaplábú, akkor hagyd mondjak még valamit. Tegyük fel, hogy ez a hobó figura Gandalf. Nem biztos, mert van, aki azt mondja, hogy kék mágusok egyike. Sőt, olyan teória is van, hogy ez a sötét mágus, meg ez a hobó, ők a kék mágusok, akik aztán majd meghalnak és reinkarnálódnak, mint Saruman, meg Gandalf, tök mindegy, ezek már nagyon-nagyon Ne, van. ne, 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 ez nem lehet, ez hülyeség. Tegyük fel, De szerintem is. nem, mert öt istar van, tehát hogy ezek nem reinkarnálódnak, ezt nem tudom, hol. Nem tudom, már össze-vissza kombinálnak, mert ugye ők arra hivatkoznak, hogy ugye itt sok mindent átírnak a sorozatban, és bármi lehet. Mert hogyha ez a figura Gandalf, akkor őnek is sem most kellene érkeznie, hanem később. Jó, de ez még egy adalék, hogy ezt a Tolkien két konkrét helyen mást jelölt meg időnek. Tehát ugyanazt csinálta, mint a George R. R. Martin, hogy elveszett a saját emlékeiben, Világában, és igen. kétszer leírta azt, hogy az istarok közül a Gandalf konkrétan hogyan érkezik meg középföldére, és köze nincs a kettőnek egymáshoz. Teljesen más, ilyen, nem tudom. Már nem emlékszem, hogy mekkora a különbség, de Figyelj, évszázados. mindegy, visszatérve, tegyük fel, hogy Gandalf, jó? Tehát, ugye Gandalfnak van egy különleges kapcsolódása az hobbitokkal, meg az ilyen, ahogy ő fogalmaz a Galadrielnek a Hobbitban, hogy azért szereti a Bilbót, meg a hozzá hasonló lényeket, mert ő egyébként fél a sötétségtől, a gonosztól, és ez ad egyfajta reményt neki, amiben Ja, kapaszkodhat. igen. Hogy vannak még ilyen aranyos, kedves, semleges lények a világban, akiket nem mozgat a hatalom. Na, szóval, hogy van egy különleges kapcsolódása a hobbitokkal per gyapjelábúak. Oké, ezt meg akarjuk mutatni a sorozatban, ezt kb. Meg lehetett volna mutatni így egy-két részben, hogy levágjuk, hogy igen, neki van egy kapcsolódása ezekkel a lényekkel, úgymond középről, de apró népeivel, és ez később fontos lesz, majd a nagy egész történetben, de egyébként itt el is hagynánk a gyaplábúakat, és megy tovább magától a karakter. Igen. Nem kell itt évadokat, és lemásolni a Frodo-Samu dinamikát, meg izé, tehát érted? Tehát nem az Igen. a baj, hogy ők megmutatják a karakterek eszenciáját, hogy vajon Gandalf hogyan kapcsolódott a kis népekkel, úgymond. Ez nem baj, csak erre ne húzzunk fel évadokat, meg külön történetszálakat, mert engem is nagyon kizökkent, amikor azt látom, hogy Sauron hogy mesterkedik, és akkor vágás és gyaplábú lányok. Hát engem az Igen, nem és érdekel. azt hagyja, hogy gyaplábú lányok, de most már gyaplábú lányok belefutottak egy másik hobbit kasztba. És akkor most akkor hobbit kapcsolatokat fogunk nézni? Hogy hogyan veszik fel Hülyeség. egymásra? Hát annyira hülyeség. Ennek annyinak kellett volna lenni, ha már egyáltalán ott kell lennie itt a nagy események tükrében. Mondjuk lehetett volna egy olyan rész, ahol a Gandalf harcba keveredik valakivel, és ott végül teljesen bizarr módon előbújik öt kis hobbit, és valami kövekkel megmentik. És úgy indul a kapcsolatuk. És Igen. ennyi, és nem kell erre részeket elvesztegetni, tehát, hogy ezekre nincs semmi mentség. És én azt gondolom, hogy ez megint csak a két írónak a hibája, hogy egyszerűen ők nem tudnak világot alkotni, ők lekopipésztelik a filmet. Tehát lekopipésztelik azt, hogy abban mi működött, és egy az egybe átemelnek dolgokat, de ami elfért a filmbe, például a hobbitok jelenléte, az ide nem kell, az itt filler, az itt nem csak, hogy időhúzás, de elveszi a sorozatról a feszkót, mert ezerszer érdekesebb az, hogy éppen mit manipulál a Sauron, és onnan nem válthatunk át ezekre. Tehát ez egy nonsens. Ami engem még nagyon zavar, nem tudok túllépni rajta, sajnálom, az a Kát. A Sauron az egyetlen kivétel, szerintem ez a színész nagyon jó, ügyes, hogyha minden más klappolna, szerintem patent lenne. Tehát az ő értékéből is az vesz le, hogy nem jó az írás, meg a többi kaszt. És engem nagyon zavar az, amit te az Ábellel már beszéltél az előző kibeszélőben,
hogy kicsit ez a Márai Sándor beesik ilyenkor eszembe, mert gyakorlatilag a mai világunk azt akarja elhitetni, legalábbis bizonyos csoportok és körök, hogy a cit az új Jedi, a tehetségtelen az új tehetséges, a rusnya az új szép, a nemesség, mint olyan, az gáz, az ciki. És ha megnézed, hogy a tündék hogy voltak kikasztolva, még a Hobbitban is, tehát, hogy ott Persze. a Legolas apja, az a tünde, a nagybetűs tünde az a színész. Tehát elképesztő. Hát figyelj, mint hogyha egy animéből sétált Az egy volna anime, ki. igen. És egyébként még az Orlando Bloom is, a Legolas is, hogy az is mennyire fantasztikus volt, hogy amikor először megláttuk a színészeket a valóságban, hogy amúgy az Orlando nem egy skandináv, egy germán típus, hanem ő pont barna szemű, barna hajú, és mégis ugye az arc karaktere, meg az egész fizimiska, az mégis tündés, és az apját játszó színész is a nagy király, a Bakacsin Erdei nagy király, tehát ő is egy férfias, de ugyanakkor van benne egy ilyen feminin, nyilván át voltak Tudod maszkírozva, milyen? meg Tudod volt milyen, mint a alakulva. Volturi olyan. Olyan Igen. ez az ilyen elegancia, ez az ilyen, Igen. ez ilyen, van erre az a szó, nem fanboy, hanem kicsit ez a, nem is tudom, van erre egy tök jó szó, de egyébként azt vágod, hogy ez a csávó, ez a színész, ez játszott a Twilight-ba, ő az egyik vámpír, aki segít a végén, a Igen. nagy harcnál. Nekem mindig az ő karakteréről, az Inuyasha-ból a Sesamaru jut eszembe. Ha nem nézted az animét, nem baj, de szerintem sok hallgató, igen. Nem. Na, ő egy ilyen típus, hogy ilyen nagyon hideg, férfias, de ugyanakkor van benne egy kis elegáns, feminin vonal. Na mindegy, csak azt akartam mondani, hogy a nemesség az a tündék sajátossága. És ha megnézed még az Elrondot játszó a Smith ügynök, a hogy hívják? Hugo Weaving. Igen, hogy még ő is, pedig ő nem egy kifejezetten szép férfi, de egy nagyon karakterarc és nagyon erős karizmája van. Tehát, hogy úgy voltak kikásztingolva a tündék, hogy azt mondtam, hogy ezek tündék. Így van, így van. És bennük van az a plusz, és ha itt meg megnézed, nagyon jól mondtad a múltkori kibeszélőben, hogy egy kocsma tölteléket bekásztoltak oda. Ugye, hogy ez a Tündék. csávó hogy nézett ki? Az már teljes elrugás a pöttyösnek. Ami nem nemesség. Az És egyszerűen nevetséges volt az a tag. igen, és azt akar, és ugye a nyugati narratíva az, hogy most mindenki egyformán értékes, mert mindenki egyformán gyönyörű, meg egyformán okos, meg egyformán minden. Ez sajnos nem így van a realitásban, és ez nem azt jelenti, hogy Tolkien, meg mindenki más, aki most ez ellen ágál, vagy akár mi is nácik vagyunk, meg fasiszták, meg ez nem erről szól, hanem arról, hogy például nekem van egy ilyen ifjúkori kedvencem, a Koboldok és Tündérek Varázslatos Világa című mese, amit a Hallmark gyártott le. Az egy nagyon jó kis mesefilm, és abban például az egy ilyen Rómeó és Júlia történet, hogy a tündelány meg a kobold fiú egymásba szeret. És ott tök jó volt a cast, mert a koboldok voltak, ilyen, tudod, a kobold fiúk még, amelyik jóképű volt, az is tudod, kicsit Ja. ilyen. Kicsit olyan volt, mint itt az Elrond. Ugye? Igen, meg amelyik, vagy olyan, mint a. Tehát, hogy van benne egy ilyen kópésság, tudod. Ja. És pedig kifejezetten jóképű abban a főhős karakter, a kobold srác, nekem például tökre bejött annó gyerekként, de benne is van egy ilyen kópésság. És a tündérek meg úgy voltak kikasztingolva, hogy ők olyan arisztokratikus, ők olyan, tehát nem a föld gyermekei, hanem az ég, meg a fény gyermekei, a koboldok meg a föld gyermekei, és itt meg azt látom, hogy ilyen kobold arcú srácokat, meg lányokat beraknak tündének. Hát például én akkor átröhögtem, most azt hiszem az ötödik részben volt az is, amikor állt a Sauron emberi alapban, és mellette állt az a tünde kislány, az asszisztens, vagy ki az. És én azon úgy felröhögtem, mert annyira szürreális volt, hogy ott valami párbeszéd folyt, hogy amikor beszédet tartott a Celebrimbor, akkor ugye a kislányot így megsimogatta a Sauron vállát, és a Sauron ilyen izé fejet meg, mondom, mit szóval, hogy valaki megsimogatja Sauron vállát. És pont egy ilyen, úgy viselkedett az a tündelány is, mint hogyha tényleg egy ilyen kis titkárnő lenne, egy ilyen amerikai, nem tudom milyen sorozatban, és akkor ott áll mellette Sauron, és akkor he, és így megsimogatja a vállát. Hát Ja, én ott felhúztam hangosan. igen, de visszatérve erre, amit mondtál, hogy van ez a nyugati ideológia,
a kinézetekkel kapcsolatban, meg minden, és hogy ezek a body positivity, meg ezek, amik alapján makásztolnak, ezt értjük, ez tök jó egyébként, ez nem egy rossz dolog a világban. Egy bizonyos pokig jó. Igen, csak hogy nem tudom, hogy ennek mi a franc köze van Tolkien világához. Tolkiennak a Igen. világába semmilyen nincs. Akkor miért kell megerőszakolni a Tolkien világát? Honnan veszik ez a bátorságot egyáltalán? Ez az egyik. A másik meg, igen, tehát hogy vannak ezek a koboldfejű kasztok, amit mondtál a Hugo Weavingre, vagy nem tudom pontosan, hogy jól mondom-e, ugye a régi filmből az Elrond, vagy a Legolaszra, vagy a Thranduilra, hogy tehát a tündék megvan írva, hogy hogy néznek ki, hogy kb. Milyen magasak, mindegyik atletikus, de ilyen vékony, karcsú, pont úgy néznek ki, ahogy a Thranduil. És a Hugo Weaving is azért működik, mert egyrészt az arca nem olyan, ő neki kicsit ilyen tündés arca van szerintem, és testalkatra tökéletes tünde. Tehát, hogy ezek olyan jól lettek ésszel, gondosan kiválogatva ezek az emberek. A Kate Blanchettről egy mondatot hagy mondja Galadrielként. Persze. A Kate Blanchett alapvetően szerintem nem egy klasszikus szépség, tehát nem olyan, mint a Nicole Kidman, vagy nem tudom most melyik színésznőt mondjam, viszont ha egyben nézed a nőt, akkor dekoratív, karakteres, karcsú, magas. Hát mondjuk olyan Egy belemegy magas. 1,74, a Igen, de Liv Tyler meg 1,77. Tehát ők már igen. majdnem tökéletes tündék. Igen, csak azt, hogy mondjam el, mert én is 1,73 vagyok, hogyha a mi magasságunkat jól filmezik, azért egy hosszú ruhában, stb. Még magasabbnak Persze, tudok persze. És ez nézni. látszott a Galadriel ellen a filmben. Így van. Igen, és hogy mondjam el, hogy a Cate Blanchett egyébként, mert ugye a Galadrielt olyan nagyon-nagyon-nagyon szépnek írja le a Tolkien, és azért a Cate Blanchett, mondom, nem egy klasszikus, de mégis tökéletes Galadriel, mert ezt a régi kicsit ezt a középkori festményeknek a női ideáját azért le tudták hozni vele, és ettől, meg a játékától, és a hangjától, meg az egész megjelenésétől én abszolút elhittem, hogy ez egy ősöreg, boszorkány egyébként, mert a Galadriel inkább a mágiának a mestere, és egyébként itt hagyj fűzzem be, hogy külföldön elkezdtek arról mémeket gyártani, hogy ugye itt a sorozatban a Galadriel egy kicsit crushol a Sauronnal, amíg nem tudja meg, hogy Sauron. És hogy van egy ilyen fotó, amikor ugye ők állnak a folyónál, vagy patak, vagy mi az, és meglátszódik a víztükörben a... Az még a tengeren van, azon Hogy a tengeren vagy amikor hol, már nem hajót töröttek, igen. az első évad nekem abszolút kimarad már, nagyon sok mindenben elnézést kérek Semmi gond. ezért. De hogy olvastam, hogy külföldiek mondták, hogy egyébként, hogyha a Galadriel úgymond nem azt választotta volna, hogy kisebb maradok és elmegyek nyugatra, akkor ő lehetett volna a Sauronnak méltó királynője, attól függetlenül, hogy nincs köztük egyébként semmilyen szerelmi szál, legalábbis a könyvben én nem tudok róla, de Semmi hogy ilyen nincs. mégis hogyha mondjuk ebbe akartak volna egy kis újítást hozni a sorozatba, ezt is meg lehetett volna intelligensebben és misztikusabban írni, hogy hát igen, azért a Galadriel majdnem, hogy hasonló nagy úrnő lehetett volna a sötétség úrnője, hogyha ő azt az utat választa, és akár odaülhetne a trónon Sauron mellé. Érted, mit mondok? Igen. Ugye ez sem. Tehát én még az ilyen újítások ellen se lettem volna, ha ez minőségi és intelligens szinten van tálalva, nem úgy, mint egy amerikai tini sorozat, mint egy Twilight, érted? Persze, tehát hogy konkrétan ez a Galadriel, ahelyett, hogy 1,82 magas lenne, ami a tündenők átlag magassága, 1,62. Ahelyett, hogy ő egy gyönyörű szép nemes arcú nő lenne, mint amilyen, ha nem is valóban a Cate Blanchett pontosan jól De a leírtad, két de a nemes. Cate Blanchett összességében pontosan jól működött. Még akkor sem, ha nekem sem ő a szépségideál, és szerintem például a Liv Tyler ezerszer szebb volt, és nem lenne szabad, hogy az Arwen szebb legyen, mint a Galadriel, mert ebbe az egész tetves mondakörbe a Lúthien Tinúvielen kívül a Galadrielt írják ki a legeslegszebb teremtménynek az egész világon. Na most a legeslegszebb teremtménynek ne a Morfitt Clarkot kasztoljuk le, baszki, az 1,62 magas, falfehér, creepy fejű Morfitt Clarkot. Várjál, azért hagyd meg, mert a Morfitt Clark szerintem, nekem az a bajom, hogy ránézek, és egy Kansas-i
lány jut róla Nekem meg eszembe, egy vagy egy ilyen, angol, na, nekem egy angol parasztlány. mindegy, nekem egy ilyen country style csaj, aki egyébként lehet, hogy önmagában, tehát nem azt állítjuk, hogy ő csúnya vagy ilyesmi, hanem hogy Én azt most állítom. megpróbálom elmondani, hogy miért volt zseniális a női cast az eredeti Gyűrűk Urában, mert ott nekem az egyik kedvenc női karakterem, nyilván nem sok van, de aki van, az az Eowyn. A Miranda Otto, ő egy ilyen, tehát tényleg látszott, hogy ő nemes, tehát benne is ott volt ez a tisztaság. Neki, ő sem mondanám azt, hogy az a modern szépségideál, de a középkori szépségideálban abszolút működik, tehát a festményeken ilyet látsz, meg a szőtteseken, és hogy ha Gyakran, odáig... bocsánat, gyakran nézeget szőtteseket, Én Clarissa? követem ezt Középkori a... szőtteseket, tudod? Igen, képzeld, én követem ezt a Classic Art Memes, meg van ilyen oldalak, amik ilyen mémeket gyártanak a régi festményekből, meg középkori, és például tegnap volt egy tök jó, hogy kiszúrta valaki, hogy egy csomó ilyen óriás, agresszív csiga van a középkori festményeken, és nem Lol. értik ezt a csiga, de egyébként igen. Tehát emiatt szoktam nézegetni, és látom, hogy milyen volt akkor az ideál. És szerintem a Peter Jacksonék is nézegettek szőtteseket, meg ilyen képeket, és ugye a Tolkien könyveknek az illusztrátora is azért besegített nem egyszer. Na mindegy, szóval visszatérve az Eowyn, azt ha odállítod az Arwen mellé, és akkor azt látod, hogy mind a kettő önmagában egy jó csaj, meg gyönyörű, meg szép, meg akármi abban a világban, de más, az egyik az olyan földi, tehát ember, a másik meg éteri. És ez az éteriség nincs meg ebben a sorozatban, és egyébként hozzáteszem, ha Arwen nincs, akkor valószínű, hogy az Aragorn az Eowynnal lett volna nagy szerelembe, tehát, hogy minden női karakter nemes, még akkor is, ha ember, Jó. és valahogy itt ezt nem látom, nincs. De nem csak külsőségeiben nincs. Tehát, hogy most őszintén, Viselkedés, karakter. ott van egy olyan Galadriel, aki mindenhol úgy van leírva, hogy ő a tündék közül az egyik legnemesebb és legbölcsebb. Tehát, hogy az egy, és amilyen a filmben, az egy visszafogott egyébként, az elején alázatos, oké, a Frodónak már megmutatkozik, meg minden, de hogy ahogy ő ott lejön a lépcsőn, tehát, hogy az tényleg egy megelevenedett festmény. Tehát abban semmi hivalkodó nincs, semmi kiha én nem nincs, pedig egy nagy hatalmú valaki jön le ott, érted? És hogy ehhez képest a Morfydd Clark karaktere... Tehát, Csak azért mutatkozik meg, mert ő ott próbára teszi utoljára magát. jó, tudom. A gyűrűje. Na, de mindig a lényeg, hogy a Morfydd Clark az egy több ezer éves tünde, érted? Akit el kell, hogy játszon. És egy bölcs teremtmény. És ennek a nyoma nincs. Úgy van megírva, Nem, ő mint egy egy vók hiszt. hercegnő. Mi? Egy vók hercegnő, egy feminista Aha. hercegnő. De azon belül is egy tinédzser. Tehát, hogy ő egy Igen. hiszt is, nagy pofájú, ilyen dacos valaki, annyira kellemetlen, ennek semmi köze nincs. Gyakorlatilag szerintem a Galadriel karakterét azt teljesen kiforgatták, és megalkottak belőle minden idők egyik legunszimpatikusabb karakterét. De a sorozat mentségére mondom ezt, és ezt máshol annyira nem tapasztaltam eddig, hogy amikor nagyon nagy ellenállás van a világban egy sorozat ellen, akkor általában van ez az angol kifejezés, hogy they double down on. Tehát, hogy ők akkor még azért is rátesznek egy lapáttal, mert Igen. nem hajlandóak ezt elfogadni, hogy így van egy nézői nyomás. Ez az egyik nagy dolog, ami ellen ma küzdenek, nem bírják elviselni a stúdiók, és most viszont ezek visszavettek a Galadrielből egy pár Visszavettük, részre. igen, ez És ez, és egyértelmű. mennyivel emészthetőbb, tehát mennyivel jobb, mert annyira folytogatóan irritáló volt az első évadban. Figyelj, sokan azzal próbálják védeni őt is, meg egyébként az Elrond karaktere is kap ilyen íveket, hogy ő sem az az Elrond, aki a filmekben van, bár én ezzel vitatkoznék, de majd az Elrondra külön ki akarok térni. Szóval, hogy én azt érzékelem, hogy az írásból, hogy most visszavettek a második évadra, de attól függetlenül a gyermek hibái ugyanúgy megvannak, és én ugyanúgy nem egy több ezer éves Persze. mágiában nagyon jártas, bölcs, titokzatos nőt látok, és ugye sokan azzal érvelnek, hogy hát azért, hogyha te is élnél 3000 évet, meg 5000 évet, meg halhatatlan lennél,
akkor azért nagy ívet tudnál bejárni a személyiségfejlődésben. Ja, Istenem. Ez nagyon belemagyarázás, mert egyébként a személyiségfejlődés sem így működik. Vannak emberek, akik egy életen át nem változnak. A tündék ráadásul nem emberek, tehát szerintem náluk ez egészen másképp működik. Még hogyha Galadrielnek volt is egy úgymond harcosabb időszaka, mert azt hiszem volt. Nem De én tudunk akkor erről sem. semmit. Nem, jó, Nincs semmi. ilyen, annyi van leírva, hogy valami, tehát hogy valami atlétikai dolgon ő is jeleskedett, de ami Igen, igen, ilyen igen. békés cucc, tehát nem, na mindegy. De tegyük fel, hogy mit tudom én, voltak neki ilyen dolgai, hogy kicsit harciasabb volt, vagy bármi. Én akkor sem így képzelem el, hanem egy ugyanúgy misztikus, titokzatos nőt, aki egyszer csak nem tudom, levág valakit a karddal. Maximum így tudnám elképzelni, de nem az, hogy folyamatosan 24 órában pattog, és veszekszik, és durcáskodik, meg nem tudom, szóval annyira idegen. Jó, Az de várj, Elrondra... bocsánat, még az Elrond előtt hadd mondjak valamit visszatérve a Oké. Galadrielre, hogy itt, amikor kijött az első évad, akkor ugye egy olyan Galadrielt mutatott be, aki harcos Galadriel, és érdekes módon semmilyen varázsképessége nem volt. De hát a filmben ő Ez egy varázs. furcsa. A filmben ő nem harcos, hanem egy úrnő, és mellesleg nagy hatalmú, Boszorkányos. egy boszorkánymester, mindegy, hogy fogalmazunk meg, de hogy varázsereje van. És akkor itt mi 50-féleképpen próbálták felmenteni, hogy jaj, majd csak akkor lesz varázsereje, ha megkapja a gyűrűt. Ez egy Nem. akkora hülyeség. Ez úgy van Hülyeség. leírva, hogy még Beleriandban ő oda megy a Thingol királynak a felesége, a Melian. És a Melian az egy maia, az olyan erejű lény, mint a Gandalf. Ezt a világot ő védi, vagy ezt a birodalmat ő védi, úgy hívják, hogy Melian öve. És oda megy a Galadriel, és ott marad évszázadokra, és a Meliantól tanul mágiát. Tanul. És Így van. ez a sorozat azután játszódik időbe, és van pofájuk ide rakni egy olyan Galadrielt, aki életében nem varázsolt még. Hát ez... Érted? Tehát, hogy Emlékszel, ezek nem olvasták ezeket szerintem, vagy én nem tudom. amikor az eredeti trilógiában, amikor először találkoznak Galadriellel, és mennek be az erdőbe, és akkor mondják, hogy nagyon vigyázzatok vele. Ugye a Gimli is mondja, hogy Ja, nagyon igen. vigyázzatok, mert ő egy Tünde meg boszorkány, azt mondja. deboszorkány, megigéz, megbűvöl. Tehát arról híres Galadriel, hogy majdnem hasonló skilljei vannak, csak a fényben jár, úgymond, mint a Sauronnak. Tehát ezért mondom, hogy félelmetes a Galadriel is, hogyha rossz utat választana, akkor azért, na. De Jó, nem, ebből a... szerintem köze nincs erőbe, de mindegy. Nem, más, csak érted, Csak ugyanúgy igen, ő nem egy közönséges tünde, hanem egy varázsképességű tünde, ez a lényeg. mágiahasználó, az a Igen, lényeg, igen. igen. Hogy a boszorkányok, boszorkánymesterek, ugye a Sauron is boszorkánymester, tehát azért mondom, hogy hasonlók a skillek, még ha nem is ugyanolyan erős vagy, érted, az egyik ilyen, a másik olyan, tehát hogy ez, és még a Hobbitban is, amikor ugye, például a Hobbitban, amikor összetűzésbe kerülnek Sauronnal, jó, a Hobbitot is sokan kritizálják, de azért szerintem az nem rossz, vagyis én szeretem, és azért felülértékelődött a sorozat miatt, de hogy ott is a Galadriel az nem úgy kommunikál a Sauron irányába, mint hogyha már 1000 éve ismernék, hogy találkoztam vele a folyóparton, meg a tengeren, meg a nem tudom hol, meg még a crushom is volt egy ideig, meg, szóval semmi, hanem csak visszaküldi a homályba. Azt akarták csinálni itt a Sauronnal, meg a Galadriellel, amit az újkori Star Wars filmben a Rey-jel és a Kylo Ren-nel. Hogy így egy ilyen bromance, egy ilyen, tudod, Reylo. Tehát, hogy így egy kicsit legyen köztük egy Sauron ilyen... nem érdeklik a nők, semmi nem érdekli. Ő egy olyan entitás, egy ilyen, mint a maják, kb. Csak negatív. Tehát, hogy Hát ő is maja, csak negatív. Ennyi. negatív. Ő gonosz. Egy De negatív ő erő. egy náci. Ő egy A náci, aki... kontrollálás mániája. Aha, Ő ő kirendülni. teljesen olyannak akarja a világot, ami az övé, az ő képére is teljesen tökéletesnek. Tehát ő egy ilyen, ő olyan, mint a Mesterségem a halálban főszereplője, hogy ilyen, ez az ilyen vér precízen kitalál mindent. Ha rátérünk most a részre, nekem az sem áll össze, hogy ugye tudjuk, hogy kaptak gyűrűt az emberek, a tündék és a törpök. És nekem nem rémlik az, hogy a törpöknek a gyűrűje az ugyanúgy rossz hatással lett volna a viselőjére,
mint az embereknél. És itt meg azt látjuk, hogy az öreg törp király az elkezdte használni a gyűrűt, eddig úgy tűnik, hogy abban sikerrel, hogy megmondja, hogy merre fúrjanak, de közben arra panaszkodik a fia, hogy kezd megváltozni rossz irányba a személyisége, és aztán ugye tudjuk, hogy hova fog ez kifutni, hogy addig fúrnak a törpök, amíg felébresztik a balrogot, meg a Ja, egyéb, tehát Dorian's túlfúrnak. Bane. Igen, tehát hogy én arra vagyok kíváncsi, hogy te mit gondolsz erről, hogy most mi az a törp gyűrűknél ez az ilyen személyiségbeli változás, hogy most ez... Nézd, ha abból indulok ki, hogy az egy gyűrű is idővel megrontja, és paranoiássá, meg birtoklóvá tette a Frodót, meg a Gollamot, A Bilbót. meg a Bilbót is, tehát hogy igazából nekem ezzel nincs semmi problémám. Már nem emlékszem pontosan, hogy... Várjál, de a tündéket miért nem rontja meg? Mert a tündékét nem a Sauron csinálta. Tehát a Sauron Aha. ott volt, amikor kitalálják nagyjából a kohéziós erőt, hogy ezt hogyan Aha. kéne létrehozni, de nincs ott a gyártásnál, ezért nem tudja megrontani a tündegyűrűket, ezért gyűlölte is a tündegyűrűket a Sauron, és mindennél jobban meg akart őket szerezni. Mert azokat Meg végül nem is lehet, nem hogy szerzi meg, tehát az a három gyűrű, amire nem tudja rátenni a kezét. a törpök egy picit jobban hasonlítanak az emberhez. Ugye ők is kapsik, szeretik az aranyat. Az igazság, hogy úgy van, hogy Túlbuzgók. ne, itt nem, itt most kivételesen nem az emberekre kell mutogatni, mert a törpek gázabbak, mint az emberek. Tehát Szerintem sokkal biztosabbak és hatalommániásabbak amúgy, igen, meg makacsabbak. igen, ugye az Aulé mintájára, hát ő csinálta őket, és ezeket úgy alkotta meg, hogy ők is szeressenek így túrni a földbe, és kincsek után kutatni. Tehát, hogy ők ilyen bizalmatlan, kincsgyűjtögető népek. De visszatérve a gyűrűkre, én úgy emlékszem, hogy ez úgy van, hogy például a 9-nél, miután kb. Meghalsz, kitöltöd életed idejét, és hogyha végig rajtad volt a gyűrű, akkor utána válsz gyűrűlidércé. Én nem tudom, mi lett volna a törp királyokkal, én nem tudom, hogy ez náluk is így volt-e, hogyha ők halálukig viselték volna. Tehát erre már nem emlékszem, nem tudom, hogy erről egyáltalán van-e bármi írva, de nekem amúgy ezzel nincs bajom, hogy így kicsit megkattan az öreg Durin. Tehát, hogy nem baj, Tehát a Hobbitben is megkattant az árkenkőtől, tehát hogy a birtoklási vágyuk azért a De nem, törpöknek ott nem eléggé az el. árkenkőtől kattan, ott az arany. Hát nem, Ott, az ott. arany is, de azért ott úgy egyben az egész hatással volt rá, tehát tudod, ezt a sárkánykort, vagy Igen, de micsodát. az az aranyból jön. Én azt hiszem, hogy ott az arany a kulcs, hogy túl sok aranyat halmozott fel, és az annak van valamilyen hatása. Én szerintem az árkenkőnek nem volt ilyen Mindegy, hatása, a mint lényeg, itt a... hogy a törpöknek ez a birtoklási vágya, ez nagyon-nagyon erős, és emiatt jutnak el odáig, hogy hát az, amit Móriában végül látunk, Ja. meg hogy felébresztenek különböző ősi démonokat. Ja, Igen, gondolom igen. ide fog kifutni ez a szál. Biztos, tehát itt most kicsit azért is működik jobban ez a második évad, még annak ellenére is, hogy a második, harmadik rész ez megint fillerbe ment, tehát, vagy a harmadik, negyedik talán, mert azért ez a főszál, tehát hogy most a nagy események azok ezek, hogy hogyan buknak el egyesével a népek, hogy hogyan verik őket át, hogyan adják nekik oda a gyűrűket, és hogy az mit tesz velük. Tehát ezt amúgy be lehet mutatni, és nekem alapvetően tetszik az, ami most a törpöknél történik, meg nagyon tetszik ez, hogy ezt nézem, hogy hogyan kovácsolják, hogy hogyan játszik a Celebrimborral a Sauron. Ez tök jó, és végtelenül felháborító, hogy van pofája a Sauronnak felemlegetni azt, hogy ugye azért, amikor érvel, hogy miért... Egyébként nagyon durva gázlángoltatásokat csinál vele. Igen, igen, tehát hogy ugye meg akarja győzni a Celebrimbort, hogy miért érdemes mégis adni az embereknek gyűrűt, és van pofája felemlegetni a hősöket, az Erendilt, meg a Tuort, tehát hogy ő maga is kiemeli, hogy ja, milyen, vannak az emberek közt igazán jobb sorsra méltóak, akik fényes csillagként ragyognak. Gusztustalan! Én nekem az volt egy nagyon visszataszító rész, de egyébként mondom, jól játszik a színész, csak annyira egyértelmű gázlángoltatás rémel, hogy felpofosztam volna engem, nem érdekel, hogy boszorkánymester, komolyan Igen, mondom. egy picit túl sok a viselkedése, egy picit. Túl emberi néha, de szerintem ez is a rossz írásnak mert mondom, Aha, szerintem a jó. színész jó. De amikor így mondja, hogy
tudod, így először előadja, hogy miért kellene az embereknek gyűrűt csinálni, kilencet ráadásul, ugye egyből kilencet akar. És tudod, hogy mondja neki a Tündekovács, hogy én nem csinálok több gyűrűt, tehát itt befejeztem, ez ennyi volt. És akkor így mondja a Sauron, hogy hát jó, megértem. Nem, Hát de ott... akkor megcsinálom én, De várj, várj, tudod, várj, de és te ezt akkor... amúgy magyarul nézted ezt a részt, vagy angolul? Igen, magyarul. Na, mert én megnéztem mind a kettőbe, és sokkal gázabb magyarul, ahogy ott a Sauron beszél. Az a hangja, azt hiszem, aki a Captain America-nak a Igen. Marvel-ekbe, és annyira flagmán, ilyen... Egyszerűen kellemetlen hallgatni azt, ahogyan ő ott megnyilvánul, és angolul nem ilyen rossz. Tehát angolul olyan kicsit alázatosabb, belenyugvóbb. Tehát baljósabb angolul sokkal, a magyar szinkron az ilyen sterillé és gőgössé teszi. Igen, de akkor is oda fut ki a dolog, hogy végül is benyögi, hogy jó, akkor megcsinálom én. Ja. Tehát Egyébként, ez abszolút egy ilyen zsarolásos sztori. igen, de hadd mondjak még valamit visszatérve a castra. Tehát szerintem hagyjuk a Galadrielt, mert szerintem ő egy förmedet minden szempontból. Az elrondott beszéljük már ki, Az mert... Elrondot meg a Celebrimbort, mert őket én azért akarom Igen. felhozni, mert egyszerűen, amikor meglátom őket, kitör belőlem a röhögés, mert ezek kobold mesefilmbe való kobold fejű emberek. Nekem a Egyébként Celebrimborról mindig a William Dafoe jut eszembe. igen, mint zöld goblin a Igen. Pókemberből. Igen. Hát jó, a William Dafoe gonosz zöld goblin, de hogy egyébként, ha jó, megnézel egymás mellett a Celebrimbort meg az Elrondot, az egyik lehetne a másik apjám. Tehát, hogy mintha Igen, egy igen. vérvonal lenne a kettő. Meg ez a rövid haj, sokan azt Ja, írták úristen. külföldön, hogy az a legnagyobb bűne ennek a sorozatnak, hogy a tünde férfiaknak rövid haja van. Na most én el tudtam volna azt fogadni, hogy mit tudom én a Celebrimbornak rövid, mert hogy ugye ő kuhókkal dolgozik, meg izé. Még azt mondtam volna, hogy jó, legyen egy-két rövid hajú tündes rác, mert még nem láttunk ilyet. De az, hogy mindegyiknek itt spórolni akartak a világ pénze mellett a Én nem, én parókákon? ezt nem is értem. Ez megint egy olyan dolog, tudod, hogy ha le vannak írva a tündék hosszújjal, akkor milyen jogon raknak ők ide rövidhajú tündét? De ha már ide raknak, akkor valami indoklás legyen. És én az legelején, amikor elindult, arra gondoltam, hogy ott még látjuk, ahogy kitör egy ilyen harc, ott harcolnak a gonosszal, mondom, hát akkor háborúban lehet, hogy addig rövidhajuk volt, de aztán majd hosszú lesz. De aztán a szart. Tehát kb. Csak a Gilgaladnak van hosszú haja, meg a Kirdánnak. Ja, ki a Kirdán? Nem tudom. Az interjú a vámpírral sorozatból az a csodálatos színész, aki nem Sebastian, mi a neve? Santiago. Santiago, Hallod, ő a tényleg. Kirdán, ő a Kirdán, az egy cseszett jó színész amúgy. Nagyon jó színész, Az én nem tudom, nagyon jó. hol dugdosták eddig. Ja, én is most láttam életemben először ebbe a két sorozatba Egy ezt a brit, tagot. azt hiszem brit színész, én utána kerestem a színpadon, jó, hát a legtöbb brit színész a színpadi is, tehát kicsit hasonló, mint a magyar felállásban, csak ők sokkal jobban nyomják. Tehát, hogy igen, tehát az egy nagyon jó színész, Na, igen. és akkor visszatérve az Elrondra, meg a Celebrimborra. Tehát, hogy jó, tehát rövid a hajuk, jó lesz a rom, kobolt fejük van, oké, de hogy egyébként azt azért el kell ismerni, hogy ez a két csávó egyébként nagyon jól játszik végig. Független Igen. attól, hogy milyen karaktert írtak az Elrondnak, de például különösen a Celebrimbor szerintem annyira jót játszik végig a Sauronnal. Ott van a zavar, a kételj, az, ahogyan őt lépre csalja. Ezerféle dolog van az arcán ennek a színésznek. Tök jó. Sokan azt hozták fel vele kapcsolatban kritikaként, hogy hogy lehet ennyire megvezethető és hülye egy ilyen idős elf, aki azért tényleg már egy csomó mindent megcsinált, meg látott, meg izé, de közben sokan elfelejtik, hogy azért a Sauronnak van egy olyan képessége, vagy legalábbis ezzel magyarázták fórumokon, hogy ha belenézel a szemébe, akkor meg tud bűvölni. És nem csak manipulál szavakkal, meg behizelgéssel, meg érvekkel, Persze. hanem ott van a boszorkánysága is, tehát egy veszélyes figura, és nem csak azért tud téged behálózni, mert mondjuk te szimplán hülye vagy Mert gyenge. jól érvel, tudod, és akkor... Igen, hanem azért is, mert mágiát használ, és tényleg meg tud bűvölni. Szóval szerintem itt a Celebrimbor esetében akár ez is fennállhat, ugye, Hát hogy mágiával is.
Hát ugye a Sarumánnak is ez volt a képesség egyébként, és Igen, még a benne. játékokban van is egy ilyen spellje, hogy a Battle for Middle-earth-ben, hogy Word of Power, azt hiszem, hogy az. Ám lehet, hogy az a Gandalfé. Mindegy, van egy ilyen spellje, hogy így meggyőz embereket, és átállítja magához. Tehát ugye, és egy... A Théoden királyt is úgy szállta meg, hogy a Grímán keresztül, és Persze. hogy süddött a fülébe, és tehát ilyen, Igen, szóval szóval ez mondjuk ez a Sauronnal is abszolút működik. Nekem egyetlen egy ilyen logikai bukfenc van ott a Celebrimbor-Sauron kapcsolatnál, és az, hogy nem hiszem el, hogy egyetlen perce sem fordul az meg a Celebrimbor fejében, hogy ez a Sauron. Tehát, hogy igen. mi, annyira könnyen elfogadta azt, hogy ő a valák egy Amikor követe. azt mondta, hogy én vagyok az ajándékok hozója, vagy ura, Igen. akkor úgy azonnal benyalta, és én jó, engem nem bűvölnek, tehát ahogy nézem a sorozat, engem senki nem bűvöl, tehát nem tudom, hogy ott milyen energiák vannak, meg mágia, de hogy így azt mondtam, nekem az bukott ki elsőnek belőlem, hogy te ki a fasz vagy? Ki küldött? Igen, Minek tudtam ide? meg tudod, a sorozat másik oldalán, mármint a tündék másik részén, másról sem Igen. megy a pofázás, csak arra, hogy Sauron, 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 ő a Sauron, hol a Sauron? Meg Tehát ő... várjál, a Galadriel meg is üzente neki, Ja, és hogy jó, nagyon vigyázz, de azokat hogy megölték. ne le. De ne, ott Ja, megölték a... igen, bocsánat. Jó, látod, ez van, hogy annyira, tehát Ja, például de én az ne, ne, ötödik. ne, nem, ne, ne, bocs, most kivétel, nem. Várjál, úgy van, hogy egyszer a Galadriel üzeni azt, hogy ne álljanak szóba Ne álljunk a szóba, igen. Halbranddal, igen, és ez eljut a Celebrimborhoz, és akkor emiatt nem akarja először beengedni, viszont aztán küldenek még egy levelet, az már a Gil-galadtól jön, az egy ilyen official levél, hogy valószínűleg a Halbrand a Sauron, és azt a levelet már nem tudják eljutatni, mert azokat kinyírják. Van még egy logikai bukfenc Sauron tevékenységében, de lehet, hogy nem, azt csak én érzem. Ha én egy alakváltó lennék, és egyébként beszéltünk már az alakváltókról a Loki kapcsán is, ez egy elég jó skill, tehát szerintem ez nagyon hasznos. Hogyha én alakváltó boszorkánymester lennék, én a Halbrand alakját már nem használnám. Mert lelepleződött, és én értem, hogy itt lehet, hogy úgy akarták megcsinálni, hogy hát a Celebrimbor azért bízik meg benne, mert már ismeri ezt a faszit, tehát őt se ismerte igazán, tehát tök mindegy. Én a Sauron helyébe olyanokat csinálnék, hogy akár női alakot is felvennék, meg De nem mindenféle tud olyat, ilyet, de ez amiben. nem így megy sajnos itt. Tehát itt az alakváltása a Sauronnál az olyan, hogy fölvesz egy alakot, és akkor abba van kész. Tehát azt akkor el kell pusztítani. Tehát azt hiszem, hogy úgy Ja. van. Igen, tehát hogy mert tudod, itt látjuk egyszer, hogy az orkok leszúrták egy alakban. Azt már Azt ő nem... mondták, hogy nevetséges volt az egész jelenet, és hogy mi az, hogy egy majdnem maját ott leszúrkod a nem tudom melyik Igen, armadon. jó. Jó, nézd, elvileg ez is úgy van, hogy ők fölvesznek egy alakot, és tehát a Gandalf is egy ilyen öreg bácsi alakját, az egy sebezhető test. Tehát ha Gandalf alszik, őt sajnos meg lehet ölni álmában, tehát ez van. Térjünk még akkor át erre a részre, mert úgy érzem, hogy Elrontolni. általánosságból beszéltünk a sorozatról, de hogy De egyébként... elrontról még egy néhány szót. Oké. Ugye most ő lett a kis tünde csapatunk vezetője, és itt is volt egy ilyen, a Galadriel-el egy ilyen felesleges fújás. Tehát ezek mikor voltak ellenségei egymásnak, meg olyan, mint egy ilyen osztálykirándulás, ahol a hökösök, meg a... Tehát nekem ez se tetszik. Igen, ez megint ilyen tini török dráma. Igen, tini sztori. És hogy egyébként az Elrondot játszó színész, ugye a Trónok harcában volt a fiatal Ned. sztár. Igen. Én, nekem vele semmi problémám. Én szerintem egyébként jó a srác. Jó, Én még tényleg azt jó. is el tudom fogadni, hogy ilyen feje van, mert egyébként a Ewing is egy érdekes arc. De hogy alapvetően nekem pont, hogy az Elrond karakterével van a legkevesebb problémám. Én belőle például kinézem azt, hogy mit tudom én, hány ezer év alatt az lesz belőle, aki az Árven apja. Mert van benne egyébként higgadtság, meg hidegfejűség, ami egyébként a Galadrielben itt nincs. Igen, sokkal És jobb, mint a az ő Galad. álláspontjával értek egyet, és amikor ugye leugatja a Galadrielt, hogy most már kushadjál meg egyébként is, akkor sajnos neki tudok igazat adni.
Tehát itt az Elrond az, aki szerintem még úgy valahol a toppon van, nem bízik a gyűrűkben, nem bízik senkiben. Nagyon jól elmondta a Galadrielnek is, hogy ne haragudjál, de miután a testvéredet kinyírt a Sauron, és te vagy az első, aki megbízik benne, mert egy jóképű csávó képében ott neked tetszeleg. Szóval És mi az érv? reális. De és mi az érv? Az, hogy én érzem, hogy ez a gyűrű nem akar rosszat. Hát kösz. Ez Oké. hihetetlen. Érzed, miközben egyébként a fekete mágia pont arról szól, hogy megbűvöl téged, de mindegy. Egyébként még De... visszatérve egy pillanatra a gyűrűkre. Ugye Igen. hogy szól ez az egész dal, hogy Three rings to the elven kings under the sun. Azt hiszem, hogy így van. Három gyűrű adatot a tünde királyoknak. Igen. Ki a tököm a Galadriel? Miért Ja, van ez neki? az. Mi Ugye, van? Mit na, a keres az ő sorozatban ujján? ez az, hogy olyan, mint hogyha egy odalépett volna, és nekem ehhez jogom van, és így elvette az asztalról. Nem, hanem hogy mint hogyha a gyűrű őt akarná. De hát ő nem király. Tehát a gyűrű leesett ott, mert megijesztette őket az Elrond. De a Galadriel akkor, most hagyjuk a sorozatot. Ja, jó. A eredeti töltetet, itt ekkor már nem az egyik nagy tünde királynak a felesége? Hát ő a Celegormnak a... Nem, azt se tudom, hogy ő is hol a bánatban van egyébként. Nem Nincs. lehet Hol tudni, van hogy az hol van a eredeti? pasia, tök jó. Na Nem mindegy. tudjuk. Magyarázzák már el azt valahogy, hogy például én a mondakörből tudom, hogy a Círdan az egy rohadt fontos valaki, az egy nagyon bölcs valaki, tudom, hogy a Círdan adja majd oda a tűzgyűrűt a Gandalfnak, és ugye így lesz a Gandalfon ott, amikor megküzd a Balroggal a tűzgyűrű, és ez nagyon fontos dolog, oké, de miért is veszi föl azt a gyűrűt például a Círdan? Mert a sorozatból kurvára nem jön át, hogy milyen alapon húzza ő azt föl. Tehát, hogy oké, hogy nem dobja be a vízbe, mert ott megborítja a csónakot a víz, amit én úgy értékelek, meg gondolom más is, hogy ugye a tengerek istene, az Ulmó küldött egy jelet, hogy ne dobd ki, ne legyél már hülye. Na de hát ebből nem következik az, hogy én akkor csak úgy kiveszem és egyből fölhúzom az ujjamra. Nem vagyok király. Ahogy a Galadriel sem király. Egyedül a Gil-galad az, aki ott fölhúzhatja, érted? Tök fura, nem értem. Ott volt a gyűrű a Galadriel ujján, tehát én arra tudok gondolni, hogy Galadrielnek ekkor már régen a felesége kellett volna, hogy legyen annak a tünde uralkodónak, Ja. és már egy királynői, vagy hercegnői, vagy bármilyen címet birtokolva, mint az egyik legnagyobb mágiával rendelkező úrnő kapja meg. Így van, és a sorozatból nem jön ez át. Tehát a sorozat... Figyelj, Nem. gondoljunk bele az időrendbe. Itt egy olyan Morfitt Clark van, mint Galadriel, aki annyira túltolta a saját küldetését, amit részben önjelölt küldetéseit északon a Sauron üldözve, hogy az egész csapata fellázadt ellene. Aztán lényegében tudjuk, hogy ő valamilyen szinten felelős a Sauron létezéséért is. Tehát, hogy éppen fasírtban van a Galadriellel, mind. Ja, el kellett volna hajozzon Valinorba, de onnan visszajön. Tehát 50féle képpen szegi meg a nagy tünde király a Gil-galad szavát, Így van. és aztán egyszer csak leesik elé a gyűrű, és fölhúzza, se szó, se beszéd. Mi? És hogy erre senki És nem reagál? senki nem reagál. Ez a döbbenetes számomra is. Borzasztó. Tehát, hogy indokolják már meg az írók, hogy mégis miért húzhatja ő fel azt a tetves gyűrűt. Vagy reagáljon már erre valamit a Gil-galad? Tehát, hogy annyira nem veszik a fáradtságot arra, hogy megindokolják ezt az egészet. Nem következetes. Nem, nem. Nem. És akkor most azt láttuk, hogy ugye elkapták őt, de ez a mordoriak, nekem ezzel is több problémám van, kezdve azzal, hogy ott múltkor látunk ilyen ork családot. Tehát, ja, igen, ne is az mond. jó. Én azóta nem tudom a mordoriakat komolyan venni, ne haragudj, tehát az nekem beleégett az agyamba. De hogy ugye most elkapták a Galadrielt, nem tudom, hogy itt mi fog történni a hatodik részben. De előtte levette a gyűrűt, és odaadta Igen. az Elrondnak, hogy mentse ki a gyűrűt, és ott páran megszólaltak, hogy jaj, hát feláldozza magát a értünk meg, mit tudom én, és erre ilyet szól az Elrond, hogy nem, a gyűrűért áldozza fel magát. Tehát, hogy itt most hirtelen az Elrond
meg a Galadriel közt ilyen szakadék fog nyílni, de az egész annyira török, vagy brazil, ilyen tinis, gimis szappanopera dráma. Tehát Főleg, hogy a sikert kritizáló Hobbit után, ahol a Galadriel gyakorlatilag még a Gandalf iránt is érez egyfajta szeretetet, és megy, és meg akarja menteni, és nem a hatalom miatt, meg az akármi, hanem mert ő egyébként a fény úrnője, érted? És akkor ahhoz képest meg itt, jó, lehet megint azzal érvelni, hogy jaj, hát eltelik több ezer év, és az a Galadriel már nem a hatalomért. Mert én azt értem, és egyébként azzal egyetértek, hogy be lehetett volna úgy mutatni Galadrielt, hogy az, amit a Frodónak megmutat, az utolsó próbatétel, ott én is láttam, hogy azért a Galadrielben van hatalomvágy, de ezt nagyon elegánsan, nagyon finoman lehetett volna bemutatni ebbe a sorozatba, nem pedig úgy, hogy a Galadriel egy idióta tinilány, aki jobbra-balra vagdalkozik, és senki nem kéri rajta igazán számon, mert ki ő egyáltalán, érted? Ő végezt csinálta, amikor kikötött Numenorba, kiköt egy szigetországba, ami az emberi faj legerősebb helye, és legbüszkébb, és ahol egyébként nem szeretik a tündéket már, és ott ő ma, épp hogy csak meg nem fenyegeti a királynőt, hogy ha nem adtok hajót, akkor különben, és úgy fenyegeti meg őket ott így a semmiből, hogy egyébként őt nem sokkal azelőtt hagyta cserbe a teljes csapata. Tehát, hogy ő csak egy random, mérges, tünde, tinilány foot soldier egy karddal abban a pillanatban, de hogy ő ott fenyegeti az egész Numenort. Tehát, hogy ki ez? Mi ez? Nekem a numenóri szál is olyan, hogy hagyjuk, új királyuk lett, vagy helytartó, vagy mi a fene az. Hát most nem tudom, hogy az ő. Szerintem akkor ő király, ő rend, mert Igen. a Miriel réges Ringos királynő királynő volt, volt. de szerintem ez a csávó most talán király. Ugye ott sem értettem azt, hogy ugye van ez a tapasztalat, vagy jóslat, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy megjelenik a sas annak, aki a jogos király, és hogy a régens királynő apjának is megjelent a sas. És figyelj, jött a sas, aki leszállt, csak ott leszállt. És ebből mindenki azt gondolta, nem az lett volna logikus, hogy hát megjelen neki is, mint az apjának, úgyhogy mindenki kussoljon be, aki most vádolja, mert itt a sas, hanem egyből elkezdték azt a másik csávót éltetni. Honnan tudják, hogy a sas mit akar? Teljes Tehát, nonsense. Tehát, hogy én ezt írói csődnek tartom. Ez a két igen. író, ez olyan fasságokat csinál, hogy ez valami eszméletlen. Vagy direkt írnak olyan jeleneteket, hogy így nem érted, hogy ez mégis miből következik, azért, hogy kattogj rajta. Én nem tudom már eldönteni, de felháborító, figyelj. Tényleg az. Mit gondolsz arról, hogy 5 évadot terveznek ehhez a sorozathoz? És egyébként bevallom őszintén, hogy azért beszélgetünk most az 5. rész kapcsán is, főleg általánosságban a sorozatról, mert én azt vettem észre, hogy ha így most megkérdezel engem egyenként a részekről, igazából nem történnek benne olyanok, amiről tudsz úgy hosszan beszélgetni, mert úgy egyben az egész van elcseszve, vagy hogy mondjam. Persze. És ezért ez rányomja a bélyegét arra, hogy részenként te mit gondolsz és mit érzel. Jó, behoztak olyan karaktereket, akiket sokan szerettek volna már vászon látni, mint a Bombadil Toma, csak igazából mit tett hozzá itt a dolgokhoz? Hát a Semmit. Bombadil Toma amúgy se tesz hozzá. A Ő egy történetek. semleges karakter. Igen, ő nem vesz ebbe az Egy egészbe hippi. részt. Ő szerintem nem illik oda, ennyi. Én szerintem Igen. nem kellett volna őt behozni, ez tök Akkor fölösleges volt. vannak De... entek, jó, én az enteket kedvelem, rájuk úgy kíváncsi vagyok, de nem annak tükrében, hogy ott van ez a hülye gyerek, híves asszony gyereke, de meg meg ez a... megint ők írják, ők most odaírnak dolgokat az entekkel, amit épp kitalálnak, érted? Annyira Jó, bizarr. oké. Tehát, hogy olyan sok szálat így beleírtak, ami nem tudom, hogy hova fog kifutni, de ugye 5 évadot terveznek. Mert felröppentek olyan hírek, hogy nincs elég nézettség, hogy nem is biztos, hogy lesz 3. évad. Mások szerint viszont már annyi pénzt töltek bele, hogy végig fogják vinni. Na, De mit gondolsz? ez soha nem lehet érv, mert akkor még mindig buknának egy csomót. Nem, én kettő dolgot hallok, ami validabb, az egyik az ez az első, amit mondtál,
hogy annyira alacsony a nézettség, hogy lehet, hogy elkaszálják. A másik meg, amit hallottam, hogy az Amazonnál valami nagyon durva fejesnek a szerelem gyereke ez, és hogy ő ezt élete munkájának tartja, és mindenképpen, Na. tehát azért kapott ez ekkora pénzt, mert ez a faszi ennyire. Bocsánat, hogyha neki ez ekkora szerelem, akkor miért nem érzem benne a Peter Jacksoni megszállottságot? Mert ez egy felszínes ember, egy platformot visz, és a platformnak az az érdeke, hogy beálljon a Vogue-ba. Hogy ő is Vogue legyen, ezért teljesen De akkor nem a átpolitizálja ezt. világához van elhivatottsággal, hanem a Vogue-hoz. Tegyük tisztába. Jó, persze. Ha ő a Gyűrűk Ura világához lenne hű, akkor kaptunk volna itt egy olyan feelinget, mint a Peter Jacksoni munkák után, és egyébként nekik már nem lett volna olyan nagy kunst ezt megcsinálni, hiszen az alapokat maga a Weta Workshop és a Jackson rakta le. Ja. Innentől már csak rutinból meg lehetett volna csinálni az egészet. Ja. Mint ahogy látom itt bizonyos elemeiben a sorozatban, hogy copy-paste. Ja, hát igen. Na mindegy, szóval ez a csekélyebb ember, ez áll le mögött, az egész mögött. A woke mentalitással átitatják mindennel, ezért fölvettek két idióta senki írót, akik mindenféle hülyeséget odaírnak, próbálják kitölteni itt az űrt tartalommal, de hát az egész csak filler. Addig működik jól ez az egész, amíg a főbb storyline megy, és ezért ebbe a második évadban az első meg az ötödik rész volt a két legjobb rész, ami szerintem 80%-ban Sauronnal meg az ő eregioni ténykedésével foglalkozott, ennyi. Ezt Kérdésem. jó nézni, mert ezt még a Tolkien írta kb. Igen. A kérdésem az hozzád, hogy mit vársz ennek az évadnak a végétől. Ugye én már nem fogok jönni kibeszélni, mert nincs is miről, de hogy egyáltalán várunk-e még valamit? Hát szerintem biztos, hogy csata lesz. Tehát én azt gondolom, hogy az utolsó pár részben kell, hogy legyen itt egy összecsapás az orkok meg a tündék közt Eregionba. Ezért, mivel hogy teletömték pénzzel ezt a sorozatot, az valószínűleg jól fog kinézni. Tehát ott majd lehet, hogy kap egy újabb lendületet ez a halódó sorozat, hogy folytassák a harmadik évaddal, nem tudom. Nem igazán tudom, hogy mit várjak, mert én nagyon akarom ezt nézni, meg akarom, hogy létezzen, A meg fog. világ beránt is azt akarod Persze, tehát átélni én ezt annyira akarom, folyamatosan. de ezt én jobban megcsinálnám. Ezerszer jobban megcsinálnám, ha Persze, én író lennék. Tehát, hogy összeülünk páran és megcsináljuk, persze, igen. tehát, hogy ez a két író, ez akkora baromságokat ír oda, hogy egyszerűen golyóznak a szemeim tényleg. Én talán még annyit várok, hogy hát most már kiderül, hogy ki a... Engem az nagyon érdekel, tényleg, a gyaplábúaktól függetlenül, hogy a Gandalf-Gandalf-e, tehát ki a hobó figura. Szerintem ő a Gandalf. Szerintem is. És hát egy páran azt mondják, hogy ez az ennek az évadnak a végére ki is fog derülni. Mondok még két dolgot. Ilyen apró példa arra, hogy miért borzasztó az írás. Tehát, hogy miért vagyok végtelen elkeseredve. Tehát az egy... Szomorúak vagyunk. Igen, tehát az egyik az, hogy attól, hogy egy Istar megérkezik középföldére, még nem mehet, tehát nem veszítheti el az összes emlékezetét, nem veszítheti el a beszéd képességét. Tehát, hogy ezt a fasságot, hogy a Gandalf úgy érkezik ide meg, hogy csupaszon van, és kb. Az első lény megölhetné, mert azt se tudja, hogy mit csináljon. Ez egy őrület. Ez egy őrület, mint narratíva. Képzeljük már el ugyanezt a Sauronnal. A Sauron egyszer csak, amikor megérkezett ide, mint egy meteor, az is egy infantilis kretén volt. És az első gyaplábú tanította meg kb. Beszélni. Tehát, hogy normálisak ezek az írók? Mondjuk a Sauron Hú. esetében az sem tetszett sokaknak, és én is bele tudnék kötni, hogy amikor őt leszúrják, akkor egy ilyen Venom lesz belőle. Na, nekem az amúgy tetszett kivételesen, az jó volt. Értem, az nekem is tetszett, hogy ő így be kell, hogy kebelezzen magába lényeket, és úgy erősödik vissza, de nekem ő inkább egy ilyen árnyék lény. És ugye a Peter Jacksonék is úgy ábrázolják, mint egy árnyék. És egyébként itt jön az, hogyha én író lettem volna, meg ennek a sorozatnak a kreatívja, akkor a látványtervezők helyén megbeszéltem volna, és nekem ezek a pillanatok hiányoznak a sorozatból, hogy a Sauron, amikor beszél, mozog, legyenek néha olyan részek, hogy mondjuk rávetül az árnyéka a falra, és akkor bekúszik Ja, ez jó, ez jó. egy ilyen
zene, ami a Baljós, valami Netflixen is, baljós. meg úgy, mint a Loki-nál, hogy néha láttuk azt a szarvas. És tudod, ezt meg lehet ilyen epiken csinálni, a látványtervezőkkel megbeszélni, hogy ez hogy nézzen ki, és hogy legyenek ilyen epik jelenetek, amikor érzed, hogy ez egy árnyék lény, és hogy a szelleme, ugye ezt elmondják többször is a Gandalfék is a filmekben, hogy Sauronnak mindig a szelleme éli túl. És ezt én nem egy Venomként képzelem őt el, hanem egy árnyéklényként, ami tényleg be tud kebelezni dolgokat, meg így rávetül az árnyéka egész középföldére, és ezt olyan szépen lehetett volna szimbolikusan ábrázolni, de annyi viccet kihagyna. Ja. Annyi viccet. Igen, és a másik, amit akartam még mondani, ami szerintem borzasztó írói szinten, hogy tehát, hogy ezek királyságok. Tündéknél is királyságok vannak, az embereknél, a törpöknél, középkori mintára. És egyik királynak sincs semmi tisztelete, megdöbbentő beszólások hangoznak el. Tehát amikor a Meg Gil... lehetni, Igen, meg. a Gil-galád utasítja az Elrondot, hogy adja oda neki a gyűrűket, és elkezd mellé beszélni az Elrond, akkor utána még egyszer utasítja a Gil-galád nyomatékosan, hogy adja oda, és még, ahelyett, hogy odaadná, elkezd pofázni valami másra az Elrond, hogy képzeli. És ugyanez van a törpöknél, ugyanezek a párbeszédek zajlanak le, a király kiadja a parancsot, hogy ássanak, az ásómesternek kiadja a parancsot, hogy kezdje el ásni, és erre a Durin elkezd neki, nem a királynak, először a királyhoz magyaráz, hogy ne, de aztán odafordul az ásómesterhez, és könyörög neki, hogy ne. Hát milyen jogon meri ő felülírni a király parancsát ott a király szeme láttára? Tehát, hogy egyszerűen az eszem megáll, hogy ilyeneket odaírnak, és ezek itt sóriáznak, és ezt már csak tényleg megkoronázta az a jelenet, amikor Numenorba vagyunk, és ott van a vak királynő, és az odalép egy szaros közrendű nő, és a vak királynőnek lekever egy pofont. És ezek így, ilyenek történnek non-stop. Tehát, hogy nincs királyi felség, nincsenek Mert ez testőrök, akik leütnék ezeket, tehát nincs volt. felségsértés, tehát ez egy ilyen mese bazeg. Megdöbbentő. Mert ez volna a Tranduilnak ellent mondani, Legolasz apjának. Hát az a tekintetével legyilkolt az a pasas. Hogy függetlenül attól, hogy most ott van-e a testőrsége, vagy sem, olyan fellépése volt, hogy összeszartad volna magadat. Még a Legolász is azért, hiába az apja, azért megpuszta magát, érted? Ja, úgyhogy mondom, nem tudok bizakodni, mert két dilettáns köcsög írja ezt az egészet. És egyszerűen Igen. nem, nincs mit tenni. Tehát, hogy van egy-egy jó pillanatuk, nem mondom, hogy nem. Tehát, hogy írói szinten is van egy-egy jó pillanat, néha betalálnak egy-egy dolgot, A ami... látvány sokat hozzátesz, tehát Igen, azok meg a a jó zene, pillanatok. ezek működnek, és Igen. hál' Istennek a Sauron, tehát az, amit még a váza, amit megírt a Tolkien, az tud működni, hogyha minél több időt foglalkozik a sorozat ezzel. De amint visszatérünk valamelyik Isildurhoz, vagy a fekete tündeiászhoz, vagy a kis csávóhoz, vagy a gyaplábúakhoz, akkor legszívesebben bekapcsolnám, én nem tudom, ha még létezne barátok közt, akkor inkább azt. Vagy a szomszédokat. Tehát mert Igen. kb. Ugyanott lennénk, érted? Én már nem is dühös vagyok erre a sorozatra, hanem inkább szomorú Ja. és elkeseredett, mert azt látom, hogy a nagy franchise-ok mind mennek a kukába, és olyan alapanyagokkal, amiből egyébként bármelyik fan nagyon jó fanfictionöket szokott írni az interneten, tehát ha már két dilettáns köcsögöt ide raktak, és nincs ötletük, akkor nyissák fel az internetet, vagy nem tudom, ilyen szellemírókat bízzanak meg, érted? Tehát, hogy Igen. egyszerűen nem hiszem el, hogy ami a Star Wars-szal történik, meg most már a Gyűrűk Urával is, nem, tehát ez egyszerűen nonsens. Én emlékszem, amikor mi gyerekek voltunk, akkor nagyon-nagyon vártuk, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor ezekből világépítés lesz, meg tágítás, itt is ezt meg lehetett volna tenni a Gyűrűk Ura esetében, és egyértelmű dolgokat nem lépnek meg, helyette undorító, logikátlan, meg politikai, meg egyéb dolgokat raknak bele, és igen, most már külföldi fórumokon én láttam, hogy elkezdték felsorolni, hogy mik azok a jól működő, bejáratott brendek, franchise-ok, amiket kinyírt Hollywood az elmúlt mondjuk csak
5-10 év során. Hát igazából És majdnem. mindent, ami híres. Igen. A Minden. legnagyobb nézettségű dolgokat azt teljesen tönkretették amúgy. Igen, és úgy, hogy alapvetően mondom, minden forrás megvolt hozzá, anyagilag, az írásos alapanyag, a korábbi alkotói gárdának az alapjai, tehát ahogy a Peter Jacksonék is lefektették ennek az alapjait, tehát nem lehetett volna egyébként elcseszni. És akkor itt jön be a következő, hogy készül egy új Gyűrűk Ura film, a Golamos, Jaj, ne is ami mondd. olyan szempontból van benne bizodalmam, hogy Andy Serkis áll a dolog mögött, és a producere a Peter Jackson, megjelezte a Sir Ian McKellen is, hogy ő visszatérne Gandalfként, meg az Orlandó, hogy Legolas, meg a Viggo Mortensen is rebesgetik, de hogy egyrészt a színészek már öregszenek. Ezt leginkább a Viggo és a Legolas esetében érdekes. Hát inkább az Másik. éjjel meg kellene. Hát Igen. nem tudom hány éves, de 70 fölött van szerintem már. 80 valamennyi. Jézusom! És nemrég volt neki egy balesete, leesett a színpadról, ahol elmondta, hogy komolyan megfordult a fejében, hogy tud-e még ezen a pályán lenni. Egyébként ő egy nagyon fiatalos szellemi valaki, tehát elképesztően jó fej, meg fiatalos, de hát nyilván a fizikális határaink megvannak a halandó életben. De aztán azt mondta, hogy igazából amíg ő azt érzi, hogy nem akarja szögre akasztani a kalapot, addig ő szívesen lesz Gandalf, és nyilván egy filmforgatáson lehet, hogy ott jobban tudnak rá vigyázni, mint mondjuk egy olyan színdarabnál, ahol nem tudom, ott egyből történhetik egy ilyen, leesik a színpadról. De mondta, hogy halálfélelme volt egyébként. Na mindegy, tehát az eredeti alkotógárda miatt van egy kis bizodalmam, csak azt nem értem, hogy a Gollumról mit lehet elmesélni. Ja, hát nem tudom, majd meglátjuk. Nem. Szóval, hogy én ilyen szempontból nyitott vagyok a projektre, hogy hát, ha a régi alkotógárdával ez még tud működni, és hogy is mondjam, lesz egy kicsit egy ilyen a rajongóknak egy ilyen engesztelése a hatalom gyűrűi után, vagy kiengesztelése, meg ugye jó látni. Én például imádom Sir Ian McKellen Gandalfként, tehát én 3 órán át csak őt tudnám nézni valamilyen kalandba, de hogy igazából ez a sorozat is olyan, ami szerintem abszolút ki tudta volna egészíteni a Gyűrűk Ura világát, és így elcseszni azt, ami szerintem egy, most, ha mi összeülünk egy asztalnál, páran Gyűrűk Ura kedvelők vagy fanok, mi meg tudtuk volna írni. És még csak a szilmaríroknak a joga se kellett volna hozzá, érted? Ebben én is biztos vagyok amúgy. Ez fix. És sokan azt is mondják, hogy a Tolkien örökösei azok jól tették, hogy nem adtak el minden jogot. Lehet, hogy ők sem bíztak abban, hogy ez jól sülhet el. Nem tudom, hogy még a mi életünkben fogunk-e látni egy normális felfogásban ezt az örökséget tisztelve készített sorozatot, mert mégis mondjuk tegyük fel, hogy a Tolkien örökösei eladják a jogokat, kinek adják el? Hagyjuk az Amazont, kinek? Netflixnek? Tehát ki? Azt mutat, hogy a Netflix az akar csinálni egy Aragorn spin-offot? Nem. Ezt most hallottam nemrég, hogy egyébként az Amazon előtt, tehát mielőtt ezt a hatalom gyűrűit így bejelentették volna, több terv is volt. Az HBO is akart valamit csinálni, de az most pontosan nem jut eszembe, hogy mit. És azt hiszem, a Netflix szeretett volna egy Aragorn spin-offot, vagy az ifjú Aragornnak a De miért? Tehát, hogy miért ez? Ezt annyira korlátoltak. A Star Wars-nál nem korlátoltak, ott van az Old Republic, és nem nyúlnak hozzá. Jó, igen, ott is ugyanez az elv, hogy 5 millió nagyon izgalmas korszak van, az Aragornt kimaxoltuk. Nem kell, hogy lássuk a tizen... Nem kell lássunk egy olyan Aragornt, mint amilyen itt az Isildur. Mert Borzalmas. azt látnád, olyan, csak ilyen, nem is tudom, hogy tehát mit művelne az Aragorn? Kb. Semmit nem tudunk arról, hogy mi a francot művelt ő a gyűrűk ura előtt. Hát Dunadán, Jó, tehát Vándor igen, volt, jó. meg a Tehát, hogy... tündéknél nevelkedett, de hogy mondjam már, hogy ez úgy néznek ki a mai felállásban, hogy bekásztolnának egy középszerű falusi lányt Arwennek, és az Aragorn meg valami ilyen félvér
jóképű gyereket, és akkor beraknának mindenféle ilyen fekete tunadánokat mellé, meg Ja, mexikói, ja, meg ja. ilyesmi, és akkor Mexikói dunadánok. ez lenne Ez lenne, hitel. egyébként ez lenne, igen. Csak hogy, te tényleg, tehát, hogy mennyi jó történet van az emberekkel is. Én azon csodálkozom egyébként, hogy a Sauront kékszemű szőkének ábrázolják ebben a sorozatban, mert a mai woke olvasatban simán berakhatták volna egy ilyen dél-amerikai csávót, aztán ott jól áll van. Vagy egy Ja, ázsiait. egyébként berakhattak volna bármilyet. Ugye az egyik kedvenc játékomban, a Shadow of Mordorban szőke a Sauron. Ilyen gyönyörű alakban jelenik meg, De és... ott inkább arra a vonalra hasonlít, mint a Legolasz apja. Igen, Tehát ilyen de és ezüst. milyen félelmetes és bajós, nem? Igen, Annyira igen. tökéletes ott. Hideg, Imádom. hideg, nagyon hideg Nagyon karakter, és hideg, nekem jaj, de imádom azt őt. sem értem, hogy az itteni Sauront meleg aranyszőke. Miért? Jó, én értem, hogy a még inkább, hogy a megvezetés, hogy ő a napfény, meg a izé, de nekem a játékban, amit most felhoztál, én ott láttam ugye a screenshotokat, az ezerszer jobban működik. Hogyha nem De... játszottad azt a játékot, akkor van ilyen, hogy videó kivágás, amiben csak a Igen. videós részek vannak, az egy pár perc. Ott látod azt, hogy ő hogyan kísérti meg először a Celebrimbort, hogyan veri át a Celebrimbort, és aztán hogyan pusztítja el. Úristen, olyan féle, az egy kőkemény horror. Keres majd rá, ez egy pár perces, nem lehet hosszabb, szerintem ilyen 3-4 percnél. Régen azt hiszem, már láttam benne a Fú, részleteket. hallod, Az annyira nagyon, jó. nagyon jó. Annyira jó. Jó, hát kiveséztük ezt is. Nem tudom, hogy mennyit. Nem tudom, Kisírtuk a hogy bánatunkat. mennyit beszéltünk az ötödik részről, de annyit, pontosan annyit, amennyit hogy érdemel. Itt Amennyi bármelyik történt. rész. Ja. Ja. Az a probléma ezzel a sorozattal, hogy tényleg nem tudsz csak a részről beszélni, mert az egész annyira vérzik az alapoktól, hogy az kihatással van minden egyes újabb történésre és szára, meg hát van, amikor nem is történik igazán semmi. Ebben az ötödik részben is azon felül, hogy volt egy Sauron pillanat, meg a Galadriel fogságba esik, meg a Törp király elkezdte használni a gyűrűt, a gyűrű meg rá mondjuk valamilyen hatást gyakorolni, azon felül nem tudsz elmondani semmit. Tehát Hát de úgy alapvetően ez itt a történeti főszál, hogy hogyan rontják meg a törpöket, meg a tündéket, ennyi. Ez az évad szerintem erről szól. igen. Ja. Na hát írjátok le a kommentekbe, hogy nektek hogy tetszik, vagy egyáltalán hányan nézitek, mert hallottam olyat is, hogy itthon Magyarországon még kevesebben nézik, mint Amerikában és a világ más tájain. Én itt a csatornán tudom, hogy hát a kommentelőknek már így a kétharmada rég nem nézi. Tehát rengetegen írták be, hogy ők ezt az első évad második részénél abba hagyták, volt, aki a negyediknél. Tehát nagyon kevesen maradtunk, akik még nézik ezt. Az amerikaiak azt mondták, hogy ők nem nagyon találkoznak olyan emberrel, így az életben, akik néznék, vagy akik erről a sorozatról beszélnének, hogy azt veszik észre, hogy csak online van egyfajta beszélgetés Ja. erről a sorozatról, de egyébként a kutya Nem, a nem. kutyát nem érdekli. Egy online fanboy réteg van, aki ezt még nézi, aki tud a végtelenségig beszélni a semmiről, de ennyi. Szerintem Igen. lehet, hogy elkaszálják. Tehát benne van, hogy elkaszálják. Attól... Én méltatlannak érzem azt, hogy egy gyűrűk urával kapcsolatban arról beszélgessünk, hogy a kutyát nem érdekli. Igen, meg egyáltalán, hogy ott legyen ez az opció, hogy elkaszálják. De benne van, tényleg benne van. Azon az egy emberen fog múlni, hogy az még mennyire képes még nagyobb erőforrásokat megmozgatni, hogy ez továbbra is működjön. Mert ez amúgy egy óriási anyagi bukta. Ez méltatlan, méltatlan, undorító és felháborító is egyben. Nem tudok már mást hozzátenni. Nagyon el vagyok keseredve amiatt, amit látok, így a Hollywoodban is, meg úgy általában a kultúrával kapcsolatban. Egyszerűen kezdünk oda menni, hogy tényleg a teljes néphűítés, és Ja. csak ez megy a néphűítés, és ennyi. Jó. Legyen ez az árszó a néphűítés. Hát igen. Jó, van, köszönöm szépen, hogy itt voltál, Clarissa. Én is köszönöm szépen, és kitartást még azoknak, akik ezt a sorozatot vagy évadot végigrágják. Igen, nektek is köszönjük, hogy néztetek minket, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!